Fél éve kezdtünk el arról beszélgetni Sepsi Enikővel, hogy Pilinszky Jánosnak a színház koncepciója az hogyan jelent meg Magyarországon, és hogyan kezdtek el foglalkozni ezzel a fantasztikus színházi világgal, amit a Pilinszky János felépített. És most nagyon örülök, hogy Töröcsik Maritól tudom azt megkérdezni, hogy mint barát, mint Már Gyulával és Pilinszkyvel hármasban, ezek a kész munkák hogyan jelentek meg? Ugye akkoriban én azt vettem észre, hogy még nem nagyon kezdték el játszani, de voltak tervek és voltak próbálkozások, hogy bemutatni ezeket a darabokat. Nem tudom, hogy voltak-e, azt se tudom, mert nem követek most már, ugye most már sokat éltem, tehát nem tudom, hogy játsszák-e őt. És természetesen én előbb voltam jó barátja, mert Már Gyula később lépett be az életembe, de aztán ők kettesbe is nagyon sokat. Szóval nem akarom magam lekicsinyíteni, de azért ők egy magasabb szinten tudtak beszélgetni, mint ami az én szintem. Tehát én a fogalmazási, én nagyon érzékeny ember vagyok, merem remélni, azért vagyok 60 éve a pályán, és elmúltam 80, és még mindig játszom. De a megközelítőek se tudok úgy megfogalmazni dolgokat, amit pontosan érzékelek. Na most ők biztos, hogy sokkal többet beszéltek. Nekem mindig mondta János, hogy Marikám, mondjon már valamit a verseimről, mondom, Jánosom. Most mit mondjak én arról, hogy a lovasok zuhogó trabban megjöttek a csatakos virradatban. Hát én ezt érzem, hogy ez mi. És például, ugye ő azért, és nagyon hálás vagyok Kádár Jánosnak, mert kapott útlevelet. Egy állandó, hogy 2 évig kinnehet. Mert ő azért ugrott be úgy a világba, mert az akkori állítólag a legnagyobb angol nyelvű élő író, én úgy tudom mondani, hogy Tetyúz. És mondtam a lányomnak, aki 11 évig élt Angliába, és a drága párjának mondtam, hogy a Tetyúz fordította, hát ilyen költő, nincs angol. Mondom, te kivel élsz, Terész, te kivel élsz? Mondd még egyszer. Ja, Ted Hughes! Na most hát én ez így nem tudom mondani, hogy Ted Hughes! De hát ő fordította, azt mondta, hogy Marikám, letérdepeltem elé, effektív, hogy csak 5 vagy 10 József Attila verset fordítson le. És azt mondta, hogy halott költőt nem fordítom. Azt mondja, annyira szeretem, hidd el nekem, hogy a világ legnagyobb költője. Tehát ilyen 70. Ő annyira imádta József Attilát, ő a világ legnagyobb költőjének tartotta. 79-ben vagyunk éppen, amikor ugye már 8 éve kijár nagyon sokat Pilinszky János külföldre. Volt állandó útlevele, és volt például az a butaság, hogy ugye 2 évig lennéltünk. A lányom ott járt velemen, ott van a vidéki otthonom, és ott járt a 4 alsó tagozattal első elemibe. És nagyon szerettem ott lenni, és János is leköltözött oda. Kivett a szomszéd Margitkám, barátném, és ő vigyázza az én házamra, szellőzte, tisztán tartja, és annak ő neki az öccse erdész, és ott kivett egy emeletet, és ott élt ő is 2 évig. És akkor én sose, már volt magnó, hogy bekapcsoltam volna, és egyszer elmesélte, mert most a Pilinszkyről beszélek, volt New Yorkban egy találkozó, ahol a Pasolinitól kezdve mindenki ott volt. És az volt az egyetlen értekezési dolog, hogy melyik az a prózaíró, akit nem haladott meg a 20. század. És mindenki beszélt erről, arról, végül kikötöttek Kafkánál. Hoppá! És akkor azt mondta a Pilinszky, hogy szeretnék szólni. És körülbelül 1/2 órát beszélt Dosztojevszkijről. És utána fölálltak és tombolva tapsolták.
és egy nyári este ezt elmesélte, elmondta nekünk, hogy ő ott mit mondott. Egy mondatot nem tudok visszaadni. De ha bekapcsoltam volna a magnót, ha nem az... arra figyeltünk volna, csak fölveszi a beszélgetésünket. Én hülye vagyok. És ha időutazásban elmegyünk most Győrbe, és Győrbe akkor igen, éppen én Győrbe, megmondom. Akkor már olvasgattuk az darabjait, és én ugye ott művészeti vezető voltam, akkor játszottam volna, amikor nekem tetszik. Világos, világos. Mert a Sárhalmi Imrével mi hihetetlenül jóba voltunk. De azt mondta Már Gyula, hogy, mert azt mondtam, hogy de csak akkor játszok Pilinszkit, ha azt Már Gyula rendezi. És azt mondta Jánosnak, meg nekem Már Gyula, ott a fényképe, hogy nem vagyok még rá fölkészülve. Nem merem rendezni. Úgy érzem, hogy még nem tudom megcsinálni. És akkor viszont tény, hogy de ezt tőle kellene megkérdezni, a Markó Ivánnak üzent velem, hogy nem ismeri ő személyesen, de hogy szeretné valamelyik, ezt már ne kérdezze tőlem, hogy versét vagy darabját csinálja meg balettba. Az Iván azt mondta, hogy nem. Na most lehet, hogy ő nem volt olyan bátor, hogy azt mondja, hogy drága Mari, nem vagyok rá fölkészülve még, mint Már Gyula. Ő tudná megmondani, hogy miért nem. Mi volt ez a nem. Igen, de azt mondta, hogy nem. És akkor lényeg az, hogy viszont a Gyurkónak nem tudom, hogy akkor már ugye olyan régen élek, és annyi mindent tárolt az agyam, hogy kidobja, mire... Tehát nem tudom, hogy amikor a síremléket Már Gyula bemutatta, azt tudom, hogy Gyurkó volt az igazgató. Valakik még ott voltak a háttérben, de nem tudom, hogy ki. És hogy ez a mostani Várszínház, ami már nem Várszínház, hogy akkor volt-e vagy, de a Várba voltunk, az biztos. Igen. Legalábbis én úgy emlékszem. És ott a kamarateremben bemutatta a síremléket. Uh-huh. És az volt, Pilinszky imádta. Minden előadást megnézett. És olyan siker volt, hogy álltak, nem tudtak már leülni, így álltak, hogy már állni is alig fértek be. Nem akkor volt ez a történet, hogy a Bódi Gáborral együtt megérkeztek, Pilinszky is magára az előadásra, és ő is megnézte ezt a darabot? Hát azt hiszi, hogy emlékszek ilyenekre. Én a Bódit nagyon szeretem, és meglátogatott velem, de én akkor is a Jánossal, de én erre nem emlékszem, hogy ő látta, de most, hogy maga mondja, valószínű, hogy így volt. Tehát annyi, azt tudom, hogy Básti Júli ott állt a végig, mondom, miért nem szóltál, küldte volna egy széket, azt mondja, ezt végigállni is gyönyörűség volt. No, lényeg az, hogy nem tudom ezt a Gyurkó miért csinálta, mert itt ezt szétszették ezt az előadást, de ő azt mondta, hogy át kell majd építeni, és levett a műsorról. De az is akkor lehet azt is mondani, hogy azért a Pilinszky darabok igenis elindultak, na és most, nagyon szíves, több helyen hát játszották. Nézze, de őket. Ezt azért Már Gyula, nem akarom most, de hát mondjuk őt elég sokan, egy ember mindenképpen tönk, annyira irigy volt rá, hogy mindenképpen tönkre akarta tenni, és elég nagy szava volt hozzá. Na mindegy, de az van, hogy ebbe az volt a gyönyörűség, csak én nem tudom úgy megfogalmazni, mint a Pilinszky, hogy ezt a csodálatos költemény darabot, költészet darabot, a síremléket belehelyezte egy hétköznapi világba. Emlékszem, mikor meghaltam, akkor a Piramis együttes játszotta, és a révész énekelt, hogy száj, száj, száj fel magasba. És az egész egy ilyen, belerakta egy a mai hétköznapi világba, amitől fölragyogott a költészete. Szóval nem tudom, ezt olyan szépen fogalmazta meg a Pilinszky, de ő nagyon megköszönte Már Gyulának. Szóval nem könnyű őt rendezni. Biztos nem könnyű. Hogyha most mondjuk találkoznánk Pilinszky Jánossal, és ő megjelenne egy darabjával, megkeresné mondjuk Töröcsik Marit, hogy itt szeretném valamelyik színházba, ezt jó lenne, hát ha... Hát a Zsótért kérném meg. Hogy... Zsótért kérni. Igen, tehát ki lenne az Zsótér. A rendező? Hát nem véletlenül. Vándorfi László is nagyon sok Pilinszky darabot csinált, de Zsótért kérné meg. Én a Zsótért. Mindenképpen a Zsótért.
nem véletlenül rávesz minden hülyeségre, mindenre. És végül is elszállunk vele, szép, tisztességesen, amiben azt hiszem, hogy halálosat bukok. De én őt nagyon szeretem, nagyon szeretem. Majd meg is kérem, hogy próbáljon egyszer rendezni. Hát én már, no, ő megcsinálta Már Gyula a síremléket tévébe. Meg se közelítette az előadást. És mondtam neki, hogy látod Már Gyula drága, mert én már nem mertem akkor eljátszani, szerintem túl öreg voltam már a nőhöz. De, mert sokkal később. De mondom, nekem van igazam, hogy semmit soha nem ismétlek meg. Mert a második nem ugyanaz. És hogyha az lenne a lehetősége, most éppen Töröcsik Marinak, hogy megint csak egy ilyen művészeti vezető lehetne, most nem tudom, a színházi világban, akkor... Nem ugye, lehetnék, mert nem akarok. Ja, én ugyanis felkérésre mentem mindenütt, de most már, meg hát ugye úgy hurcoltak meg a művészszínház miatt, pedig akkor is a miniszterelnök úr, nem, a, dehogy is, az nem a miniszterelnök, az a fővároshoz tartozott, Demszky Gábornak volt a kulturális helyettese. Aztán, mikor engem meghurcoltak, már előtte, mikor látta, hogy mit csinálnak, rögtön kiment, azt hiszem még most is, elfelejtettem a nevét, most is kim van még, amerikai egyetemen tanított. Nem bírta. Ő kért meg engem, hogy Svajdát nem engedik be Budapestre, és név szerint én legyek az igazgató, mondom. Úgyhogy én se pénzhez nem nyúlok, ők adják majd, a Svajda kiválasztja a gazdaságigazgatót, és mondtam a Svajdának, hogy mindent maga dönt, nem lehet, hogy itt ebbe egymásba fofázunk bele. Engem, én nekem ahhoz van erőm, hogy azt hívok meg rendezni, akit akarok, mert mindenki eljön. Ez egy szellemi játék lenne, természetesen nem komolyan gondoltam ezt a kérdést, hogyha önnek lehetősége lenne arra, hogy ezt az örökséget, ezt a Pilinszky örökséget most jól lenne, többen láthatnák, akkor mit javasolna, hogy egy beszélgetés lesz csütörtökön a Petőfi Irodalmi Múzeumban, mi az, amivel lehetne népszerűbbé vagy ismertebbé tenni ezt a világot, amit Pilinszky kitalált? Nézze! Nem véletlenül, hogy évekig nem mert Már Gyula hozzányúlni, miközben erről sokat beszélgettek, nagyon nagy személyes kapcsolatuk volt, és hát a Márnak egy hihetetlen nagy tehetsége volt. Nem véletlenül az egyetlen ember az életemben, akit nem léptem át. Nos, tartsanak most nagyon nagy képűnek. Ez az igazság. És akkor, ugye, de ez... Például, ha én színházat vezetnék, akkor én a Zsótért kérném. Zsóha. Nézze, nem véletlenül, hogy neki, mondom, ez az őrült spanyol, őt Zsótér, mindenre rávesz, és, de megkérném, hogy próbáljon tanakodni, egy évig üljön rajta. És ha azt mondja, hogy valamit kitaláltam, akkor nem baj, ha belebukunk, próbáljuk ki. Ilyet tudnék. Nem ismerem annyira ugye a mostani rendezőket már én, de ezt megbíznám a Zsótért, hogy próbáljon. És arról lehet tudni valamit, hogy végül is a Már Gyula mivel indokolta, hogy ő még nem elég érett erre? Én értem ezt a választ. Nem, azt mondta, hogy nyilván egy darabról egy rendezőnek, én például 40 éve kérnek, hogy rendezzek. Mondom, de én nem vagyok rendező. Egyet tudok, hogy a szakmámat annyira Isten a tenyeré hordott, hogy 10-13 embertől tanultam a legkülönfélébb országokból, a legjobb románat, a román színház, az öt nagy román, aki kiment Ceausescu, az egyik rendezett, akkor a Brecht színházból, Brigitte Szüberian, akkor a három nagy orosz. Hát a Vasziljevnél dolgoztam, ugye, mikor kicsináltak a művészszínházba. Azt mondta, hogy nem való maga ide ezeknek, így, az, hogy jöjjön ki, nálam dolgozzon. És dolgoztam nála. Akkor láttam a falon a képeket, hogy második
János Pál pápa, és a Fellini, és a Péterbruck, és a Péterstein, mindenki leborult. Akkor tényleg ő volt a világnagyság. És azért vele dolgoztam háromszor, de ő csak akkor volt hajlandó, Kaposvárra is lejött, ha a Svajda hívja. Másnak nem ment el Magyarországon, csak a Svajdának. Mit üzen nekünk Pirinszky János ezzel a furcsa költői színházzal, amit ő kitalált, ugye, amit Wilsontól pedig, és különböző francia teoretikusoktól összegyűjtött. Mi az, amit mi kapunk? Hát azt hiszi, hogy tudom. Hát én az, amit erről tudok, az, amit megcsináltam a síremlékkel, amit lediktált nekem Már Gyula, vagy amire inspirálni tudtam. Ennyi. Mert a jó rendezőn az lediktálja, hogy mit kell csinálni, és akkor jövök én, hogy amit lediktál, azt hogy kivitelezem. Abban benne van az egész életem. Igen. Nem egy darabra kell fölkészülni. Az egész életem cipelem magammal. És akkor valami ott az egész életem jelenik meg, minden mozdulatomban. És a véleményem az emberi alap magatartásokról. Ha gyilkos játszok, abban is benne van, hogy hogy gondolkozok én a gyilkosságokról. Mindenben benne van. Nem kell külön fölkészülni, meg mellé olvasni. Azt mondja Pirinszky, hogy a színház ez egy szakrális tér, és az érdekelne, hogy Törőcsik Mari, mint aki ebben a térben nagyon sokat mozgott már, és nagyon sok mindent elkövetett, ez hogy jelenik ez a szakralitás, vagy ez a most a maga kérdései körülbelül olyanok, mint amikor kezdtem, hogy a Pirinszky azt mondta, hogy Marikám, mondjon valamit a verseimről. Semmit nem mondom. Mit tudom én, mi az, hogy szakrális tér? Hát azt hiszi, hogy én, ezt valaki ott mondja, hogy ez jó, és akkor azt mondom, mit csináljak benne. Jó, és akkor jó. Tehát én erről nem tudok így beszélgetni. Akkor ezt hagyjuk. De miért jó a színpadon játszani, akkor így kérdezem meg. Mi az izgalmas ebben? Mert van valami fantasztikus élmény, nem csak a nézőknek, hanem a színésznek is, a rendezőnek is. Ott valami most különleges akkor dolog történik. Erről lehet, hogy tudunk beszélni. Ide figyeljen. Olyan dolgokról akar beszélni, hogy azt tudom magának mondani, hogy jöjjön, nézze meg a Galileit. És megkapja a választ rá. Hát én nem beszélek a munka. Soha még egyetlen egy szerepemről egy mondatot nem mondtam el. Soha. Azt tudom mondani, hogy hát az, hogy én két hónapig mit próbálok, erről mit nekem ott a végeredmény. És akkor kérem, nézze meg a Galileit, és akkor meg fogja tudni, mi az, hogy ez vagy az. Talán azt is. Mit tudom én. Értem, jó. Értem. Szerintem már túl sokat beszéltünk. Most itt megállhatunk, igen. De egyet szeretnék csak mondani, Pirinszky Jánosnak a világ legnagyobb költője az József Attila volt. És ezt én csodáltam benne. És ezt csodálom az Eszterházi Péterbe, hogy két dolgot kértem tőle, de aztán most már nem rivalok rá, mert hát van elég baja, hogy nem küldte el, mert mondtam neki, hogy két cikket szeretném, mert ő neki biztos megvannak, hogy miket írt. Két cikket őrületesen tettem volna el emlékbe, halálomig őriztem volna. Az egyik, amikor ugye Frankfurtban rendezik a könyvvásárt. Igen. Na most ugye Magyarország volt a díszvendég, és oda volt a Népszabadságba írva, hogy és megnyitja a könyvvásárt Eszterházi Péter. Hát mondom, ez nem normális ez az ember. Hát aki megnyitja és ezt vállalja, hogy lehet megnyitni össze, hogy boldogok vagyunk, hogy bennünket meghívtak, hogy mi vagyunk a díszvendég, nagyíróink voltak, meg ez vagy az, mit tudom én. No hát olyan beszédet mondtam is neki, hogy nézze, ez egy nagyon nagy tehetség, és egy olyan család leszármazottja, mondhatta csak el, mint az Eszterházi. Ahogy el tudta mondani azt az eleganciát, hogy ez a pici ország mit adott Európának, hogy állította meg a törököket, és ahogy beszélt az apjáról, a családjáról, és azt az eleganciát, ahogy négy nyelven ugrált ide-oda. Szóval ez őrületes. És volt még egy cikk, a magyar költészetről, hogy az milyen óriási,
és hogy a világ, szóval csodákat írt a költészetről, és kiemelt két embert, aki a költészetén kívül még mit adott az országnak és az emberiségnek. Az egyik a Pirinszky János, a másik a József Attila. Kettőjüket említette. Ezt a két, de hát elfelejtette szerintem kikeresni, és utána most meg már... Én ebben lehet, hogy tudok segíteni, hogy megérkezzenek ezek a cikkek, ezt megbeszéljük majd külön. Én szívesen folytatnám majd ezt a beszélgetést, majd tovább, most szép lassan megállunk. Nagyon köszönöm a beszélgetést, ebből valamit be fogunk játszani majd a csütörtökön a Petőfi Irodalmi Múzeumban. De csak annyi, amennyi éppen, és arra kérem, hogy ne mondatok, hanem részeket szedjenek világos, ki. Világos. Jó, de hát ez maguk jobban értenek. Igen. Köszönjük szépen, és szívesen folytatnánk majd, akár úgy, hogy Sepsi Enikő, Prontvai Vera, aki a Mária Rádiónak a főszerkesztő, egy beszélgetést arról, hogy akkor hogy is lehetett ez a Pilinszky hagyomány? Mert hogy ez egy nagyobb kérdéscsomag, hogy szerintem ebből rengeteg dolgot tud ön, és én erről szívesen még... Semmit nem fognak tőlem hallani. Hát mit tudom én, hogy ez hát azért... a Pilinszky... Ahogy a költészetéről nem szólnék egyetlen szót se, úgy a darabjairól se, ami még komplikáltabb kérdés, mert azért az, hogy a alvószegek a jéghideg homokban, plakát magányban ázó éjjelek, égve hagytad a folyosón a villanyt, ma ontják véremet. Ez az egyetlen vers, amit kívülről tudok. De erről se tudok beszélni. Akkor képzelj el, hogy a darabjai, hogy látta ő a Wilson színházat, hogy ült krátert, serülszat, szóval azt sajnálom, hogy a lányomnak ő a keresztapja, a Pilinszky. És mikor veleben éltünk, néha két óra hosszákat sétálgattak és beszélgettek. De hát akkor a lányom volt 5-6 éves alatt a két év alatt. És mondtam, annyira bánt, mert biztos, hogy nagyon jól emlékszel keresztapádra, de mégis, ha csak 10 éves lenné, több maradt volna meg a beszélgetés, mert ők végig beszélgettek. De hát a lányom meg, ezt már ki lehet kapcsolni, mert ezt úgy hát is még ez a legjobb itt most, hogy az is lehet, hogy majd ebbe a beszélgetésbe a lányát is meghívjuk, hogy ő mire emlékszik Pilinszkyről. Nem fog ő elmenni, sehova. Nem létezik. Most, hogy a 80. születésnapomban ünnepelték, és rendezte ugye a Jordán Tamás, és a Vidnyánszky most is őt hívta meg, mert a 70-et ő rendezte. És a 70-en Már Gyula ült mellettem. És mondtam, hogy Teréz, üljél mellé. Nem képzeled, hogy amikor téged ott tudok melletted, ő... Soha. Iskolában nem mehettem be, se a fiaméba, se az övébe, hogy ne is tudják, hogy én vagyok az anyu. De arról lehet, hogy meg lehet őt kérdezni, hogy ő mit tud Pilinszkyről. Ez nem biztos, hogy hát mit tudna mondja, hát elmondom azt, mert ő úgyse fog ebbe belemenni. Jó. Meg úgyse tud úgy már beszélni semmit. Annyit elmondok még, és akkor ez csak így maguknak, hogy azt hiszem, most nem akarok hazudni, hogy vagy a Lisznyai úti általános iskolába, mert aztán a Toldi gimnáziumba került be. De azt hiszem, ez még a Lisznyai úti iskolába volt. Azt mondta a tanár, vagy a tanárnő, most már nem tudom, hogy Pilinszky János, emelje fel a kezét, aki tudja, ki Pilinszky János, akit a 50-es években nem engedtek dolgozni, és írt egy mesekönyvet. És ezt a mesekönyvet, aki esetleg olvasta, senki nem emelte föl a kezét. És mondtam, és te, Teréz? Szerintem nem képződött, fölemelem a kezem, és elmondom, hogy a keresztapám, és az első példányt én kaptam, hogy drága kicsi keresztlányomnak. Hát én ilyen hülye nem vagyok. Hát ilyen. Azt szerintem beszélgetni kell a lányával is, ez nagyon, nagyon... Ő nem fog ráállni, nem fog ráállni. Amiket mesél most róla, szerintem... Nem fog ráállni. Hát nem le. Hát például úgy tudta, ezt is csak most már maguknak mondom, remélem nem veszi. Ezt különösen. De orosz bekerült már akkor a Toldi gimnáziumba. És akkor még oroszul kellett tanulni.
És azt mondta a tanárnő, hogy ki van adva pár kérdés, az élet az oroszul kell megírni, és mindenki most adja be. És úgy adták be sorra, ő úgy belelapozott, mert csak ennyi volt, hogy született, iskolái, apja, anyja, és kész. És lapozgatja a Terész fizetésre. Vár, Teri, ki a te édesanyád? Próbálta, nem. Törőcsik Mari. Elkezdett röhögni az osztály. Akkor a Bianca Gobbi Hilda. Ennyire nem hitték el, de aztán elhitték. Aztán mégiscsak. Nagyon-nagyon köszönjük a beszélgetést. Szeretném majd folytatni, majd megbeszéljük, hogy milyen formában. Jó. Meglátjuk. És nagyon jó egészséget kívánunk. És csütörtökön akkor ott valami ebből hallani lehet jó. Majd a Petőfi. Jó, maguk összevágják azt, hogy valami egy dolog legyen benne kész. Így van, nagyon szó. Esetleg az, hogy Győrben miért nem játszottam, igen. Benne lehet, hogy az Iván talán nem merte fölvállalni, amit Már Gyula fölvállalt. Teljesen rendben ennyi, van. És akkor el lehet mondani, hogy a Síremlék óriási siker volt, sajnos a Gyurkó levette, mind a mai napig, nem tudom, Isten nyugosztalja, hogy miért, zsúfolásig ment. Nagy siker volt. Zsúfolásig. Álltak az emberek, és ott nagyon eltalálta Már Gyula, amit elmondtam, hogy ezt a költészetet végül is belehelyezte a mai hétköznapi világba. És hogy nagyon hálás vagyok a Piramis Együttesnek, a révész csodálatosan énekel. Nagyon sajnálom, hogy nem énekel. Igen. Már 1000 éve nem énekel.